Emberalakok, ismertek és fiktívek, portrék mutatják be, hogyan és milyennek látja az őket körülvevőket anya és fia. Gera Katalin 1943-ban született Újkígyóson, művészeti tanulmányait édesanyja biztatására kezdte meg. Művészeti középiskolába jártam Budapesten, amikor fölvételiztem oda, akkor még nem tudtam, hogy szobrász leszek. Hát egyrészt keveset tudtam a képzőművészetről, ugye abban az időben egy falusi gyereknek volt Munkácsi, meg Michelangelo esetleg, meg néhány képzőművészről hallott, de szerettem rajzolni, festeni, főképpen rajzolni, és hát a szobrászattal már ott a budapesti képzőművészeti, akkor még gimnáziumnak hívták, iskolában kerültem kapcsolatba. Hát ott kiderült már elsőben, mert volt ilyen általános mintázás, hogy nagyon jó érzékem van. És hát egy csodálatos tanárom volt, szobrásztanár, Somogyi József szobrászművész, aki inspirált, támogatott ebben, hogy szobrászszakot válasszam. Tehát már középiskolába szobrászszakra jártam. És akkor onnantól fogva egyre inkább mélyült ez a kapcsolat, vagy szenvedély? Hát igen, végülis ugye, meglepően egyenes volt az út a diplomáig, az az igazság. Tehát ott leérettségiztem, és akkor fölvételiztem szobrászszakra, mert ez olyan evidens volt, hogy meg pláne, hogy a somogyi mester is biztatott, úgyhogy és fölvettek érettségi után rögtön, tehát az utána már nehezebb volt, de a diplomáig úgy simán ment minden. Mi volt az első jelentősebb alkotása? Hát az első köztéri alkotásom az egy pályázaton nyert kútfigura, Békés megyébe gerendásom. Ez egy meghívásos pályázat volt, amit megnyertem, és akkor azt állították föl, illetve elkészítettem és felállítottam. Hát hogyha így lehet mondani, hogy igen, az volt az első köztéri, tehát akkor az első jelentősebb. De ugyanabban az időben csináltam Biharugrára Szabó Pálról is egy portrédomborművet, ami szerintem jól sikerült, és szép emlékem. A mesékért, mítoszokért már gyerekkorában is rajongott. Ezek az élmények azóta is meghatározzák művészetét, melyben gyakran találkozni költőkkel, irodalmárokkal. Amikor hozzáment Csernák Árpád íróhoz, a Búvópatak című lap főszerkesztőjéhez, az irodalom iránti kapcsolata még inkább elmélyült. Gera Katalin munkáin a mitikus motivumok mellett népi elemek is visszaköszönnek. A magyarság, magyar motivumok, népi motivumok, az ugyancsak nálam egy abszolút természetes dolog. Hát magyar vagyok, itt élek ebben az országban, ez a hazám. Persze, hogy érdekel a múltunk, a jelenünk, a népművészetünk, a néprajzunk, a hagyományaink, és hát az, amit szeret az ember, ami érdekli az embert, az nyilvánvalóan a művészetében is meg kell, hogy jelenjen, vissza kell, hogy köszönjön. Milyen anyagokkal szeret dolgozni, mert hogy itt a szobrok nem csak témájúban, hanem az anyag tekintetében is többfélék. Igen, igen. Hát tulajdonképpen minden klasszikus anyaggal dolgozom, már hogy klasszikus szobrászati anyaggal. Itt most ezen a kiállításon zömmel a terakotta, vagyis égetett agyag van jelen, és ezeket én színezem többnyire. Tehát valamilyen, vagy egy színű patinát kapnak, vagy pedig a szobornak, a szobor hangulatának megfelelően választok hozzá színt, és színezem. Tehát ezek ilyen lazúros színezések, tehát nem festett, azért mondom, hogy színezem, mert ez nem egy úgymond festék réteg, festék, de úgy, hogy az eredeti anyag is áttűnjön rajta, tehát egy kicsit sejtelmesebb, egy picit olyan, mintha megkopott volna. Nem hogy sokan csinálják legalábbis ezt a fajta terakotta színezést. Én szeretem ezt, és azt hiszem, hogy a szobraimhoz megy. Most hát a bronz az kevesebb van, bronzzal is dolgozom, kővel is,
régebben fával is dolgoztam, nagyon időigényes dolog, most már jó ideje nincs annyira időm, mert sok minden más van. Gera Katalin művészetét fiai, Bálint és Máté is nyomon követik. Utóbbi csak úgy, mint édesanyja, szobrászakon tanult, de egy ideje elmélyült a fotózás világában is. Jól ki is egészíti egymást egyébként, tehát mint tevékenység, hogy ugye a szobrászat az sokkal inkább fizikai jellegű, tehát ott anyaggal dolgozik az ember, sokszor nagyobb méretekbe, fizikailag is nehezebb, illetve vannak olyan körülmények, ami mondjuk az időjárás befolyásolják a tevékenységet, és akkor tök jó váltani, és bent a szobába, vagy elmenni rendezvényekre, vagy egyszerűen csak mászkál az ember az utcán, és megtetszik valami, és csinál egy képet, és aztán ki tudja, lehet, hogy otthon kiderül, hogy hú, ez tök jó. Csernák Máté három fotó, köztük a Barátok című kép történetét is elmesélte. Hát ő a kisebbik fiam, és neki volt egy ilyen barátságos papagája, aki tehát ilyen jóba voltak tényleg, hogy a vállán ülve tudott közlekedni. Megyek tanulni, és közben ott van a madár a vállán vagy a fején, tehát őnáluk ez így természetes dolog volt. Farkas Árpi bácsi, ő egy artista volt igazából, én szerintem autodidakta, utcai artista, vagy nem tudom, hogy ez, hogy lehet, mi a pontos megfogalmazás. Tehát ő mindig kitalált ilyen mutatványokat, produkciókat, és a faluba, az utcán, tehát ez például egy ilyen hosszú lejtőn gurulva vezeti maga előtt a tálcákon a poharak, és akkor a kaszák, és akkor még a szájába fog plusz egy kaszát. Én hallottam erről, hogy ismét készül valamire, és akkor elmentünk megnézni. És akkor hát ilyenkor valami érdekes dologról hallok, akkor mindig viszek magam a gépet. Tehát akkor szereti ezeket a különleges helyzeteket, pillanatokat és embereket? Igen. Hát főleg az olyan embereket, akik valamilyen módon kultúrához, természethez, művészethez kapcsolódnak. Tehát most mit tudom, van olyan farsangi jelmez, tehát irodalmi kapcsolódása van, mert bokaként szerepel srác a képen, akkor van, aki zenész, van, aki kassai lovasíjász, tehát most az is mi, sport, természet, művészet, tehát egy életművész, egy életstílus képvisel. Még egy harmadik képről beszélgessünk, mert amikor a kedvencekről volt szó, akkor szóba került ő is, a kislánya puskával. Igen, na hát ez meg megint egy érdekes történet, mert születésnapon volt, és nagyon jó barátaink átjöttek ebből az alkalomból, és nekik a nagyobbik kislányuk az, aki szerepel a képen, és neki mindig vannak ilyen aktuális jelmezei, tehát ezelőtt Miki Egér volt, azelőtt nem tudom, papagáj, nem emlékszem pontosan a sorrendre, akkor éppen ez a macska pár tigris
jelmez volt az aktuális, és hát akkor eljött, akkor ő ott átöltözött, fölvette a jelmezét, aztán közben megtalálta a fiúk szobájába, a fiaim szobájába ezt a puskát, és akkor azzal kezdett ott rohangálni, mint valami ilyen harcos kis amazon. Annyira jól állt a kezébe, hogy csak néztünk, hogy hihetetlen, hogy tehát, hogy ugye puska, fegyverek, hát ezek ilyen fiús játékok. És egy kislány miért veszi a kezébe? Tehát úgy teljesen furcsa volt először, de annyira természetesen használta, tehát teljesen tudta, hogy ez hogy működik, hogy kell fogni, és nem tudom, és akkor így csináltam róla képeket, ott előkaptam a gépet, és úgyhogy ez így született. Gera Katalinnak és Csernák Máténak több közös alkotása is van, így az Adi és Ripő Rónai találkozása, vagy az Életfa című szobrok, melyek Kaposváron találhatóak. A technikai dolgokban nagyon jól tudunk együtt összehangoltan alkotni, ez az igazság. Tehát jó, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Úgy, ahogy a másik fiam, a Bálint, az édesapjával, a Búvópatakban dolgoznak együtt, az arculat tervező tipográfusa a Bálint fiunk a Búvópataknak, mi meg a Mátéval a szobrászatban. Ez egy jó dolog.